Emlékművet állította a cigány bűnözés áldozatainak a Jobbik Magyarországért mozgalom Miskolcon. Szegedi Márton, a Jobbik miskolci polgármester jelöltje szerint az egész országnak emlékeznie kell az áldozatokra, ezért állították fel elsőként a Borsodi megyeszékhelyen az emlékművet. Évszámokat, helyszíneket és neveket sorakoztat fel az az emlékmű, amit a Jobbik Magyarországért mozgalom állított fel a Centrum Áruház előtti szökőkút mellett. Az emlékmű hivatalos átadásán Szegedi Márton, a Jobbik miskolci polgármester jelöltje elmondta, azt tapasztalták, hogy az elmúlt héten sokan zarándokoltak már el a táblához, hogy lerúlják kegyeletüket. Szegedi Márton kiemelte, a Borsodi megyeszékhelyre került az első állandó emlékmű, de minden megyeszékhelyre hasonló emléktáblákat kellene állítani. Október 15-ét Szögi Lajos meggyilkolásának napját pedig országos emléknappá szeretnék nyilvánítatni. Szegedi Márton szerint az emlékmű minden politikusnak azt üzeni, hogy tegyen rendet a saját településén. Ezt szeretné elérni a Jobbik Miskolcon is, hangsúlyozta a polgármester jelölt. Az üggyel kapcsolatban Váradi Gábor, a Miskolci Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja elmondta, 300 aláírással ellátott panaszlevéllel fordultak a helyi választási bizottsághoz. Ahogyan a levélben fogalmaznak, a Jobbik Magyarországért mozgalom súlyosan megsérti az emberi jogokat a választási plakátként funkcionáló emléktábláján, amikor feltételezések alapján cigány származású elkövetőkről beszél, holott nem tudhatják az elkövetők származásának kilétét, mert nem készülhet ezzel kapcsolatban feljegyzés. A levél írói és aláírói ezért kérik a választási bizottságot, hogy távolítassa el a táblát Miskolc területéről, és nyilatkozatban foglaljon állást az ügyben. Rendőrségi intézkedést kért tegnap Szegedi Márton, a Jobbik polgármester jelöltje, mivel a Fidesz aktivistáit éppen rajta kapta, amikor plakátjaikra fideszes plakátokat ragasztottak. A politikus sajtótájékoztatóján elmondta, az Ugyúri főtéren történtekkel kapcsolatban az aktivisták elismerték a szabásértést, a rendőrök pedig levetették a plakátokat, majd elengedték őket. Szegedi Márton azt mondta, rendkívül csalódott, hiszen eddig a Fideszt korrekt ellenfélnek ismerte meg. A Jobbik polgármester jelöltje azt kéri Kriza Ákostól, hogy tegyen rendet kampánycsapatában. Pakusza Zoltán, a Jobbik városi alelnöke mindehhez hozzátette, birtokvédelmi igényt jelentettek be a városi jegyzőnél, a törvény szerint ugyanis, ahol a plakátjuk van, az a saját területüknek számít. Az oktatás, az egészségügy és a nyugdíjasok miskolci helyzetéről tartott tájékoztatót a Jobbik. Egyed Zsolt, a Jobbik megyei alelnöke, annak a pedagógusoknak szervezett eseménynek az ismertetésével kezdte a tájékoztatót, melyen a pártok oktatási elképzeléseit osztották meg a pedagógusokkal. Egyed Zsolt szerint csak a Jobbiknak van kidolgozott elképzelése a terület legfontosabb lépéseiről. További gond Egyed Zsolt szerint, hogy a korrupció elérte a miskolci oktatást is. Az egészségügyről szólva a Jobbik országgyűlési képviselője jelezte, miután tagja az elmúlt 8 év visszaéléseit vizsgáló bizottságnak, kitérnek majd a miskolci egészségügyi intézményekben zajló tevékenységek ellenőrzésére is. Mindenek előtt a megyei kórházat vizsgálják, majd a Miskolc Holding ZRT is sorra kerül. A nyugdíjasokról szólva elhangzott, egyedül a Jobbik áll ki ezen korosztály mellett, konkrét intézkedéseket kidolgozva helyzetük javítására. Kiemelt jelentőségű az egészséges környezetbarát jellemzően helyi biotermékek fogyasztásának népszerűsítése, termelésének ösztönzése Kovács Gyula, a 4-es számú választókerület Jobbikos képviselőjelöltje szerint. A politikus mai sajtótájékoztatóján elmondta, szeretné bevonni ezek termelésébe Görömböly termelői közösségét és a környékbeli gazdálkodókat is. Kovács Gyula követeli, hogy a Miskolc Holding bontsa fel a közbeszerzési törvény változása előtt kötött beszállítói szerződéseket, melyek a közintézmények élelmiszer alapanyag ellátását biztosítják. A jelölt szerint az iskoláknak és a szülőknek kell eldönteniük, hogy mit, honnan és mennyiért akarnak beszerezni a konyhákra.